A PSN ZRT sportolói közül a teljes utánpótlás gárda és a nagyobb korcsoportok közül is sokan indultak a kétnapos triatlon országos bajnokságon. A két kiemelt triatlonista közül az olimpiai kvótáért küzdő Bicsák Bence külföldön edzőtáborozik, Sárszegi Noémivel pedig az egyéni és a váltó futamok során is találkozhattunk hétvégén. Meg voltam elégedve magammal, mivel az előző nap is sikerült nyernem a versenyen, és most a váltó versenyen pedig abszolútban harmadikak lettünk, az elit csapatok közül pedig második helyezést értünk el, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és örülök ennek az eredménynek. Teljesen más a két verseny, itt váltóban ugye azért is hajt az ember, hogy a csapattársaival is segítsen. Egyéniben viszont ugye csak a saját magamért hajtok. Ez talán váltóban azért jobb indulni, mert ugye több emberrel együtt jobb a hangulat, nincs az a feszült helyzet szerintem. Vasárnap 128 csapat, 384 versenyzője vett részt a váltó országos bajnokságon, ahol minden csapattag teljes szupersprint triatlon távot teljesített, mielőtt átadta társának az időmérő csipet. 200 méter úszás, 4 km binga és 1 km futás. Hát az úszás, az attól egy jó úszást várok magamtól. Jó bringát, aztán meg végén már csak ami kifér a csövön. Én 3-4 éve triatlonozok, egyik nyáron volt szabadidő, anya dolgozott, és akkor belettem iratva egy triatlon táborba, ahol megismerkedtem a srácokkal, és nagyon jóba lettünk, és onnantól kezdve jött az egész magától. A nagyatádi váltónak is volt válogatott tagja. Hát a tegnapi verseny az, hát mondhatni bravúros volt, mivel bringán leeresztett a hátsó gumim, és nagyon csúszott, illetve nehéz volt tekerni, és így futásra már alig maradt erőm. Hát és így csak ötödik lettem igazából, de nem baj, majd legközelebb jobban fog menni. Legelőször úsztam csak, aztán volt egy úszás és futás, egy egyben ilyen verseny, hát ilyen akvatlon, és hát akkor kezdtem el így futni igazából, és azóta triatlonozok. A szeniorok is rajthoz álltak váltóban, ők 400 métert úsztak, 8 kilométert tekertek, és 2,5 kilométert futottak tüskés réten. Nagyon szeretjük ezt a versenyt, Pécsen van, már másodszor rendezték meg itt Pécsen ezt az országos bajnokságot, és kötelezettségünknek éreztük, ma már a Pécsek vagyunk, hogy induljunk ezen a versenyen. Hát ez ilyen átmeneti felkészülés volt, mert jövő héten megyünk az Ironman-re a csapatban, és mind a három, akik most itt vagyunk, részt veszünk, de azért ezt felkészülésnek megpróbáltuk. Hát nem tudom, elég jó helyen végeztünk, nem tudjuk, hogy hol sikerült befutnunk, de nagyon-nagyon jó kis hangulatos, nagyon jó idő volt most, nem most el a versenyt az idő, úgyhogy nagyon-nagyon jó eset, és nagyon jó élménnyel megyünk el innét majd most. A triatlonosok az Ironmanre készülnek, így ez jó szintfelmérő volt a fő verseny előtt. Én abszolút meg voltam magammal elégedve, mert nem ez a táv, amire készültem. Igazából egy sérülésből kifolyólag kerültem be a csapatba, ilyen beugróként, de alapvetően az Ironman volt a cél, mint minden évben. Úgyhogy ezek a távok, ezek nem az én távjaim, de úgy érzem, hogy így a csapat miatt, meg a jó hangulat miatt, meg hogy Pécsen van a verseny, úgy gondoltam, hogy ez így azért jó lesz. Úgyhogy alapvetően elégedett vagyok. A Fitbike Eset csapata jól versenyzett vasárnap. Idén a fő program, illetve a fő verseny nekem is az Ironman lesz, úgyhogy inkább az edzéseim javát inkább erre szántam rá, de erre ilyen rövidebb távokat próbáltam inkább tempósabban menni, úszni is rengeteget. Főleg most hétvégén voltunk lenne a Balatonban, úgyhogy ez a hullámzó Balaton kifejezetten jót tett ennek a kis erőléti úszásnak, illetve hát rövideket, gyorsakat, tempókat kerékpározni, meg futni. A nagyszabású triatlonverseny idén is 518 egyéni nevezőnek, továbbá a váltó résztvevőinek az országos bajnokságot, 208 indulónak pedig a sprintkupa keretei közötti erőfelmérőt jelentette.